Hát a kivel folytatódna a Fem 3 Café, hanem hétvégi Andreával, a Pilates edző. Igen. Jól mondtam? Igen. Az is. És akkor ma nyújtani fogunk? Tehát... Igen. Nagyon-nagyon lényeges a nyújtás, a stretching, hiszen az izom megrövidülések nagyon-nagyon sok kellemetlenséget okoznak. Egyébként meg ugye ilyen megelőzése, sérülés megelőzése is egy nagyon-nagyon jó módszer. Igen? Ez önmagában egy torna, a nyújtás? Vagy ez csak felkészítés egy valamilyen tornára, vagy a levezetés utána? Ez nagyon érdekes kérdés, mert lehet önmagában is egy torna, és így nagyon-nagyon kellemes egyébként pont reggeli vagy esti órákban, vagy például egy hétvége levezetéseképpen, hogyha ugye a héten edzenek, futnak, vagy bármilyen más sportágat csinálnak, de nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon fontos a sportági technikák alkalmazása mellett, például bemelegítésnél, illetve a levezetésnél nagyon fontos. Csináljuk. Jó, készen áll. Csináljuk. Ég a vágytól. Jó. Amit mindenképpen szeretnék mondani, az egy kicsit persze megint bejön a Pilates. És, Pilates a krédóba. Igen. Amik, vannak izmok, amik ugye a kor előre haladtával, vagy... Ne beszéljünk róla, ezt ne személyeskedjük itt. Ez nem személyeskedő, az ülő munkával is megrövidülnek például, ugye, vagy ha nem használjuk. Itt elől például a mellizmus. Nagyon fontos, hogy olyan nyújtásokat végezünk, amik mondjuk a mellizom meg rövidítésre. De várj, a kezemet hátra kulcsolom? Igen, hátra mondjuk egy... Ez egy nagyon egyszerű gyakorlat. Ugye ezt mindenkinek ajánlom, főleg ülő munkán egy kicsit kihúzza magát, megnyújtja a gerincét fölfelé, és ahogy emellett fölfelé, akkor érzed, hogy itt nyúlik, lapockát közeledik. Egyébként még nálad nincs ilyen probléma. Tehát, nincs? Nincs. Hogyha nézitek az embereket, akkor így lehet látni. Tudod, ülnek, igen, és akkor gépnél vannak. Igen. Igen. És nagyon sok az autó miatt. Hát ez önbizalom is egyébként. Azért nagyon sok összefüggés van az izomnak, hogy miensége azzal, hogy valakinek minek kiállása, hogy ugye az önbizalma milyen. A pilátesszel pont ezt csináljuk egyébként, hogy az egyenlőtlenségeket rakjuk rendbe, és nagyon sokszor nagyon nagy szükség van arra, hogy nyújtsunk. De ez... egy pár dolgot még pontosan. Azért, jó? Jó. Vannak mondjuk egy bemelegítésképpen mindenképpen kellenek átvezető bemelegítő gyakorlatok, így van. Igen. És mi ugye a pilátesznek a gyakorlatot, ez legördülés, csigolyáról csigolyára, állsz egy csont és vissza, igen. És párhuzamos lábat kérek, szóval az nagyon-nagyon lényeges. Párhuzamos láb? Igen, és csípőszéles, azért, mert ott megint az izmok ugye megfelelő mértékben nyúlnak. Tehát ha így van, igen, akkor már érzed, hogy másképp meg is tudod nézni. Így van. Ami lerövidül ugye még, nagyon-nagyon mennyire csak... Hova? El nem menj innen. Nélküled nem adás az adás. Görríted vissza, aha, és érzed, hogy megnyúlik a combodnál, így a farizmodnál végig a gerinc mentén az izmok, és ezek nagyon lényegesek. Ülő munkánál befeszülnek, állunk, akkor, hogyha stresszes vagy, akkor is befeszülnek. És ami nagyon lényeges még, amivel nagyon sokszor találkozom, az a csípőnek a nem mozgékossága, merevsége, igen. És hogy arra nagyon jó gyakorlatok vannak, például remélem, hogy itt most megmutatom nektek. Várjál, igen. Igen, hanyat fekszel, ha megnyújtod a gerincet, az nagyon lényeges, felemeled a... Várjál, nem olyan könnyű lefeküdni egy porttal. Itt ennél a résznél ugye felhúzod a bal lábadat, lenyújtod, aha, a jobbot keresztbe, aha, és akkor ezt felhúzod ide. Én ezt szoktam mondani a vendégeknek, minden egyes alkalommal, hopp, jön velem, hogy így fordítsd el teljesen, ebbe az irányba, bocsánat, teljes mértékben megcsavarod a gerincet, miközben ugye megnyújtod a farizmodat, és így a külső csípőizmokat. Nagyon lényeges ezt tartani. Nagyon sok mindenkinek van derékfájdalma. Nem feltétlenül biztos, hogy a derékfájdalom attól van, hogy a derékkal van gond. Lehet, hogy valahol a boka, a tért vagy csípőizületben jelentkezik valamiféle probléma. És akkor ugyanúgy fordítva. De így igen. Én ezt reggeli kerésnek kötelezőnek raknám mindenkinek. Egyébként sokszor mondják azt, hogy mivel rosszul tartjuk magunkat, vagy egy hirtelen mozdulatnál a csigolyák ugye elcsúszkálnak. Igen. Ezzel a gyakorlattal például lehet ezen egy kicsit persze, segíteni? Igen. A csontkovács is így rakja rendbe. Tehát egy ilyen laza mozdulata, ha visszamegy a Jósi, nem rakom rendbe, megígérem. De. És akkor hallani fogjuk majd ezt a ropogást? Igen, van egy picike kis ropogás. Azért az nem annyira jó hír, hogyha nagyon ropog. Igen. De azért sajnos helyre kell rakni, bizonyos kor elteltével ez. De ezt akkor miért? De én milyen a szemedben néztem? Megint nem rólad beszélünk, de nem. Tudom, csak az információ átadás volt. Nem. De akkor ez minden nap meg kell csinálni. Én minden nap csinálom. Én minden nap. Én ugyanúgy, hogyha az izmot erősíted, akkor ugyanúgy kellene nyújtani. Nagyon egyszerű ilyen asszociációs képpel élnék, hogyha mondjuk elképzelünk egy vieslit, jó? Igen. Tehát ha megvan két részem, ez legyen az izom. És akkor elkezdesz dolgoztatni, lesz belőle krinolin. Ahhoz, hogy ez teljes mértékben, teljesen jó vérellátással működjön, visszahúzok oda.
Aha. És na, ami nagyon lényeges, hogy ugye például a tért izületet áthidaló izmok, itt van ugye ez a kis combfeszítőnk, ugye, ez a, most a feszítem térdák, igen. Illetve térdák, itt egyenes combizom, ugye Ludlár bérdességén tapad, itt nem foglalkozunk azzal, mindig azt mondjuk, hogy idáig menj le, igen, de mi van azzal, ami itt ellentétes izom? Nagyon fontos, hogy meg kell nyújtani. Igen. És nem csak azért, mert egyenes combizom, hanem azért, mert itt is kellene aktiválni. Így ugye van. Azt a keresztbe, azt nagyon pici izmot a térdák itt, ami ugye meg is tartja. Nagyon sok a térsérülés emiatt, és főleg ugye a labdajátékoknál, mert ugye a kitámasztásoknál meg kell tartani. Elfeledkeznek arról, hogy ezt vissza kell nyújtani abba. Andi. És nagyobb izületi tartományba, hogyha valaki ugye egy egészséges izületi tartományba tud dolgozni az izmaival, akkor nem, nincsen olyan, hogy feleslegesen dolgozik. Igen. Most nem kompenzál vissza, hanem az ott van, tehát kilép, és akkor az ott van, mert mindenhonnan ugye úgy tartják a... Andi, mi ugye gyerekkorunkban földön ültünk, és így, tehát ez a természetes ülés. És én tudok így ülni, de sokan nem tudnak így ülni. Tehát egyenesen ahhoz, nem ahhoz, hogy így tudok ülni, az előny vagy hátrány? Tehát ha valaki megtanult törökülésbe ülni, az... Ez, vagy nem, nem is az, hogy dehogy nem. Hát nagyon sokan nem tudják például így behajlítani a térdüket. Nagyon sokan nem tudnak egyenesen ülni. Nekem nagyon sokszor van korrekciós technikám, és azzal úgy csináljuk, hogy egyáltalán meg tudjunk csinálni gerinc csavar gyakorlatot, ahhoz nekünk alulról meg kell, hogy emeljük, hogy szegény föl tudja valamennyire. Tehát igen. Az egyenes ülés is már kihívás. Tehát nagyon szép egyenes. Nagyon szépen, hát, nagyon tényleg. Szépen, igen. Hát nekem van gerincem. Minden nap az nem a csípőizmait, és hogy itt ezt kinyújtani szintén ugyanezzel, tehát hogy a lépcsőnél feljárásnál akkor is használjuk, és hogy ezek okozhatnak ugye a csípőizületbe, és egyébként erre a lábkőzés nagyon jó, amikor már ugye ezért jó a pilates módszer összekeverve a stretchinget. Tehát ez bárhol, ha ember úgy érzi, akkor egy kicsit szabad ideje van, így akkor van, kezd csak így van. Ennyit csinálni, és akkor... Nem a lábkőzésre gondolok, én a statikusakra gondolok. Ugye a statikus nyújtásra, hogy mondjuk összerakjuk a két talpunkat, szétnyitjuk a térdünket, belső csípőizmok, vagy hogyha egy ilyen, akkor a külső csípőizmok, és ugye csináljuk egy pár görbülést. Menjünk végig, mert ugye nagyon sokféle, tehát a karunkat, hogy tudjuk nyújtani, igen. Akkor ugye a combizmot itt hátul, itt jó, belül. Menjünk fölülről. Jó. Mondjuk nagyon lényeges, hogy kezdjük akkor a nyakizmeit, ugye maradjunk síkba, az azt jelenti így így, mint hogyha, tehát hogy ne jön előre igen, a fej, csak oldalra. Hanem csak oldalra menjen le. Most nem akarok ilyen bumlokség, frontális síknak hívják, minden. Ide rakod a másik oldalra, megint lehúzod, ugye megint érzed, hogy nyúlnak a nyakizmai, mert előre a szedcsont felé, akkor érzed végig ugye a hátamat, igen, hát ez ugye a gerinc feszítőnek felső szakasz, ráadásul a gerincnek a mozgékonyságát segíti. Ugye van a hátra, ugye nagyon sokféle, erre is egy elképzelés van, lehet dönteni, ugye a hajlításra azt mondják, hogy nem, mert a gravitáció miatt nem. Erre én azért igazándiból, hogy ha már be van a gerinc melegítve, mert az nagyon fontos, hogy be legyen, akkor nagyon jó ez a jogában is használatos tartás, hogy ugye föltolják magukat, de nagyon fontos, hogy le van a váll, és akkor hátrafele. Aha. Mert akkor befeszülhet, bestresszelődhet maga a derék is. Igen. Jó, ellenben nincs akkor a gravitáció ugye a fejen így hátra, tehát hogy nem tud olyan mozdulatot csinálni, ami által nem kontroll miatt meghúzza. Akkor van ugye a válnál, igen, ugye ezt amit mondtam, ez delta nagyon, elült, sőizom, ez, igen, ez nagyon ülő munkában is, ennek vannak változat egy ülésbe, egy kitámasztó, valaki még tovább szeretné nyújtani. Ugye van, hogy a lapockánál lévő izmokat keresztbe húzzuk, igen. Ugye az, amit mondtál, Monika, az a triceps volt. Igen. Ugye így keresztbe. Ja, így. Aha, könyöködet megfogod. Úgy, könyök. Nem kell mind a kettőt. Én megfogom bármit. Ha megfogsz mind a kettőt és leülsz ide, akkor megmutatom a válladat, hogy gyere. Én csinálnék, csak hátra. Aha. Lassan lejár az időnk. Hát veled úgy repül az idő, Andi. Mint veletek. Köszönöm szépen. Legközelebb folytatjuk. És így van, innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.